Gondoltál már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Sáros patakon Nyírbátorban, Kecskeméten, de még az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban is szerveztek felolvasó délutánt Vas Albert tiszteletére február 24-én és 25-én. A magyar lakta területeken már 16 éve egy időben településenként egy helyszínen olvasnak fel műveiből. Kecskeméten a híres rovókör, a híres olvasókör, a híres mag és a Katona József könyvtár szervezte meg az eseményt szombaton délután. Idősek és fiatalok érkeztek a kecskeméti Katona József könyvtárba, amely csak egy helyszín volt a számos felolvasó délután közül a Kárpát-medencében. Az eseményen versek, mesék, regény és novella részletek hangoztak el, a délutánon közreműködött a Magyar Mantra Kör és a Zegernye Zenekar. A délutánt versmondó, tárogató, fuvolaszó és énekszó tette még ünnepibbé. Csernus Lajos, a híres rovókör elnöke, az esemény szervezője nyitó beszédében elmondta, hogy Vas Albertet sokféleképpen nevezték: királyi, határon túli, menekült, hontalan, emigráns magyar, de hitvallása, írása alapján erdélyi, honvitársai szerető magyar. Bene Kovács Márta könyvtár szakmai főosztályvezető köszöntötte a délutánra ellátogatókat, és elmondta, hogy regionális könyvtárként céljuk az, hogy a határon túli könyvtárakkal is szoros kapcsolatot ápoljanak. Így Kecskeméten nem is lehetne méltóbb hely ennek az eseménynek, mint a kecskeméti Katona József könyvtár. Ezt követően a főosztályvezető Vas Albert hontalanság hitvallása című versével nyitotta meg a felolvasó délutánt.